Sziasztok! Köszöntelek benneteket egy újabb videóban. A mai videóban azokat a növényeket fogom bemutatni, legyenek trópusiak vagy téltűrők, télállók, amelyek virágoznak a kertben. Elsőnek a kék színű encián. Ugye ez egy kis fának vagy bokornak a nevelhető növény. Én jobban szeretem törzses fának nevelni, mint ahogy ez is van, illetve az összes, majdnem az összes a kertben. Kertbe kiültethető, de ősszel fel kell szedni, trópusi növény, apró kék virágaival díszít. Rengeteget virágzik, ha megfelelő mennyiségű vizet kap. Következő a sétányrózsák. Ezek is trópusi növények. Arra kell vigyázni, hogy az általuk termett magok, azok mérgezőek. Különböző színekben léteznek. Télen kopaszon telelnek a pincében, víz nélkül, akár csak az encián. Közvetlenül mellette van egy ilyen színváltós rózsaszín sárga sétányrózsa. Szintén igazak rá az elmondottak. Illetve a következő virág a mexikói évelő petúniából, azaz a Ruellia bittoniátából, a rózsaszín változat. Ez alacsonyabb, vékonyabb levelű jóval, mint a kékvirágú. Alacsonyabb, és lehet egy napig ér a virága, összesen néhány órát. Estére ezek már le fognak potyogni. Ugye hasonlít a virága a petúniáira, itt megmutatom. Ez egy olyan petúnia, ami mindenhol kikel itt nálunk. Ilyen úgynevezett paraszt petúnia bárhol kikel. Nagyon nagy túlélő, senki nem veti, de mégis kikel. A következő sétányrózsa az egy narancsás sárgás. Tehát citromsárga, de egészen erős színváltozat belőle. Úgyhogy itt bent körülbelül ennyi, ami virágzik, illetve még a sudárzsája szaporítások. Természetesen a magról vetett muskátlik is virágoznak, hogy ők is virágzók még itt a augusztusi nyárutóban. Még a leanderek is szépen virágoznak, ők kedvelik ezt a meleg időt. Sok vizet igényelnek, de kedvelik ezt a meleg időt. A következő az egy kenderlevelű hibiszkusz. Nem télálló, magról vedhető nem télálló hibiszkusz fajta, Hibiscus coccineus latin névvel. Több bokorral is van belőle, cserébe van, mivel nem télálló. De van belőle egy rózsaszín, csak sajnos az elvirágzott, ugyanúgy Hibiscus coccineus. Itt hátul is virágzik belőle egy Hibiscus coccineus. És van még encián, hogy az enciánokra, egy másik fajta enciánra menjünk át. Van egy kúszó encián, aminek kicsit más a virága, illetve magasan van, azt kell vigyázni, ő is egy rézsás növény, tehát nem tűri a telet, de viszont nagyon szúr. Elkezdtek virágozni ismét a gránátalmák, ezek a díszgránátalmáim, itt a fehér díszgránátalma virágzik éppen. Egy Hibiscus coccineus, amit már mutattam. Remélem lesznek még bemutatható a rózsaszín Hibiscus coccineus, a fehér nem tudom, hogy hol van. Egy másik hibiszkusz, ez télálló lenne, de én szeretem a dézsás kerteket, úgyhogy így lehet, mindig újat lehet csinálni belőle. Cserében van. És itt van egy gyönyörű, szépen virágzó, kettő darab virág egymás mellett, ez is egy gránátalma. Valamilyen rovar cipkézi a leveleit. Itt a bimbója ennek a szép szegfűvirágú narancsos gránátalmának. Szintén van egy rózsaszín sétányrózsa beültetve. Ebben a cserében három példány található. Akkor nézzük meg a magról nevelt kárnákat. Ezeket a kárnákat tavaly neveltem magról, de látszik, hogy idén is lesz magja. Ezt leszüretelve lehet majd ismét magról vetni. Érdemes minden évben, mert újabb és újabb változatok alakulnak ki. Mivel többféle magom volt, kelt belőle ez a hagyományos is, ez a bordó levelű hagyományos. Illetve itt láthattok egy nagy fejű, sokkal nagyobb virágú narancsos, tehát narancsos beütésekkel citromsárga kánát. Ez is magról lett nevelve. Virágzik a fehér encián is. Ugyanolyan, tehát lehet törzsre nevelt fehér encián, körülbelül 1,70-1,80-as fának nevelt encián.
kezdenek virágozni a varjúhájak, némelyik már elég szépen kivirágzott, ugye kicsit korábban van, mint ahogy kellene, de az is fog virágozni, ennek október elején kéne virágoznia, és nagyon szeretik a beporzó rovarok. A torta virág az rendíthetetlenül nyomja a virágait, ugyancsak később kellene virágozni ennek a szellőrózsának. Ez a kínai szellőrózsa, ennek is jóval később kellene virágoznia, de hát ebben az időjárásban most virágzik már a kínai szellőrózsa. Itt van a tortavirág, most tudok mutatni róla, ez pedig itt a termés már, amiből mag születelhető, vagy mag szedhető. Van itt egy helenium, ami még nem virágzik. A flokszok is rendíthetetlenül virágoznak. Több fajta flokszon van, de csak most ez a szín virágzik. Ez a rózsaszínes két bokorral. Az 1,70 magas sudárzsájám is virágzik, még már az utolsókat, de még virágzik. Illetve virágzik a bugás hortenzia is. Virágoznak a kínai sejemmirtuszok, még van rajta bimbó is, egész sok. Gyönyörűek ezek a növények. Ezek itt Észak-Magyarországon nem igazán lehet őket kiültetni, ugye mínusz 18 fokig télállóak, addig bírják a hideget, ugyanúgy, mint a kamélia és a egy-két ilyen téltűrőbb növény, de itt előfordulhat ettől hidegebb is, úgyhogy ők nekem cserébe vannak, van olyan, ami már elvirágzott. Remélem jövőre sokkal többet tudnak nőni, nagyon lassan indulnak meg. Ezek jelen pillanatban ilyen 60-70 centis növények szépen virágoznak a másik fajta magról, tehát kánák, és lehet, hogy itt alul már termik a magokat. Úgyhogy ezekből jövőre ültetni fogunk ismét, magról is, és beteltetjük a gyökerét is. Itt is van ilyen bordó levelű, de ez a bordó levelű, ez egész pirosas, tehát kicsit más a virága. Vannak ilyen narancsosak, vannak pirosak, itt van még egy olyan narancsos, és itt hátul is vannak még ilyenek. Ez a legújabb virágú, gyönyörű, szép, tehát mindegyik kicsit más, ebben sokkal több a piros, mint a többiben. Ezért jó ez a magról való vetés. Például ez is sárga, és ebben alig van piros. És virágzik a konkoly. Gyönyörű, szép, igaz? Hiányzik talán egy szirma, de ma reggelre ez kivirágzott. Remélem beérleli majd a magját, és tudok valamiből levetni jövőre még többet. Konkoly, vagy vetési konkoly. Eredetileg a földközi tengerpartjáról származó, vetésben nagyon előforduló, nagyon sokszor előforduló vetési gyomnövény, csak az intenzív mezőgazdaság annyira tönkretette ezt a növényt, hogy most már gyomnövénynek közé tartozik, de védett gyomnövény. Én ezt egy magkeverékben vásároltam, és onnan hajtattam, ültettem. 50-70 centi magasra megnövő, szegfűfélék családjába tartozó gyomnövény volt régen. A neve konkoly, vagy más néven vetési konkoly. Van még egy érdekes virágzó növényem. Ugye az eléggé, hogyha valaki gyökeresztetett már gyömbért, akkor tudja, hogy az eléggé hasonlít a gyömbérre, hiszen a gyömbérfélék családjába tartozó Hedycyiumról van szó. Ők a gyömbérfélékhez tartoznak. Gyönyörű, közel 2 méter magas, szintén dézsás dísznövény, amely hasonlóan a gyömbérhez, hasonló gyömbérhez szárakat fejleszt. Ezek ilyenek például a gyömbérnek, az étkezési gyömbérnek a szárai, csak nem lennek ilyen magasra, mint ennek a növénynek. Tehát a rizomája a gyömbérhez hasonlít. Nagyon sokféle faj van belőle, sok fajt számlál a nemzetség, amelyek különböző magasságokra nőnek meg. A porzótokok, portakok szépen kiállnak a virágból. Trópusi dísznövények, ezen a növényen most meg tudom mutatni, hogy így kezd el virágozni. A zöld kis, hát bimbóknak nevezzük, végén megjelennek a narancsos virágszirmok, amelyek kifejlett korukban úgy néznek ki, mint a hátsón.
Szintén dézsás növény, télen pincében teleltetve, a szárát visszavágva tartom, és már most már kettő van belőle, itt egy másik. Ketté kellett ültetni, mert nyomja szét a cserepet. Vastag étkezési gyömbére hasonlító rizomái vannak, ezzel növekszik. Kertbe is ki lehetne ültetni, de minden össze fel kéne szedni, így nekem így sokkal egyszerűbb biztosítani számára azt a trópusi mix talajt, ami gyakorlatilag megkönnyíti a növekedését és kiszolgálja az igényeit. Egy újabb kána, immár nagy cserépbe, van egy óriási magas, ami idei, ezek idei magonckánák. Virágoznak a bugás hortenziáim, csak idén a nagy meleg őket egy kicsit megviselte. Itt egy másik bugás hortenzia úgy döntött, hogy még ismét virágzásba kezd. Harmadik bugás hortenzia, sajnos egy kicsit megégette a nap. Illetve most két nap azelőtt volt egy hatalmas vihar, ez kicsit megtépázta a növényeket, de azért ők rendítetlenül virágoznak. Például a nyári orgonám. Ugye a nyári orgonáról ezeket az elnyílt virágokat le kell szedni, és akkor újak fognak helyette jönni. Virágzik a kék ruhélia bitoniáta is. Szélesebb levelű, magasabbra növő fajta, mint a rózsaszín. Kertbe kiültetve hatalmasra tud nőni, szintén dézsás növény, nem télálló. Évelő mexikói petúnia a magyar neve. Mivel a virág a petúniára hasonlít, de a virág rövid életű, maximum egy napig él. Virágzásnak indult a galambogyó is, hosszú fürtös virágzókat ott hoz, és ezen vannak ezek a lilás virágok. Ebből a galambogyóból létezik világos kék és fehér világó is, nekem csak ez a lila változat van. A virágok helyén narancsárga termés képződik. Szintén dézsás növény, de jól látható, hogy mindig az egyéves hajtások végein vannak a virágok, tehát alaposan metszhető. Mindig az egyéves hajtások végein jönnek a virágfürtök, ezen most rengeteg virág lesz majd. Dézsásként kell tartani, tehát télen valami helyen, fagymentes helyen kell teleltetni. Nekem már viszonylag vastag törzsű. Pincében szokott télen telelni, csapa víz nélkül, úgyhogy elég jól bírja és szépen fog idén is virágozni. Virágzik a rózsaszín kenderlevelű mocsári hibiszkusz. Ezt magról ültettem, úgyhogy ez véletlenségből kialakuló hibrid lehet, hiszen a virága nem egészen hasonlít a kenderlevelűekre, ugye a bibéje sem olyan, illetve a virág szirmok elhelyezkedése sem, de a levele az a kenderlevelűjé. Magról ültettem, fehér meg piros volt ilyenből nekem, és most itt van egy hibrid rózsaszín, a pirosak megvannak, a fehéret nem találom. Itt van egy hibrid rózsaszín belőle, valószínű, hogy ezek hibridizációjával, vagy az egyéb normál mocsári hibiszkuszok hibridizációjával alakult ez itt nekem ki. Köszönöm szépen, hogy nézitek a videóimat, iratkozzatok fel a csatornámra. Ha tetszenek a videóim, akkor tegyetek egy lájkot, legfőképpen iratkozzatok fel. Legyen szép napotok, sziasztok!